Most népmozgalom indult, hogy hívjam el megint Balázskát, nem cikin, hogy baláskázlak, de tőlem így már megszoktad, nem? Hát igen, mondjuk rá, de csak tőled, máshol nem nagyon. Ti nem baláskázzatok, szóval, és akkor engedtem a tömegigénynek, és elhívtam Balázskát, nem volt egyszerű, mert először próbáltam csalogatni a Westfléteren sörökkel, és arra egy kicsit húzta a száját, és akkor mondtam neki ezt a nagyszerű cornwalli csomagot, és erre már felcsillant a szeme, ezt még a telefon hangszóróján át is érzékelni lehetett ezt a szemfelcsillanást. Pusztán csak annyi, hogy ezeket még nem kóstoltam. Westfléteren pedig igen. Igen. Igen, de téged érdekelnek az angol sörök. Igen. Alapban igen. Is, nem? De miért? Én például mindig... Ugye az angol söröknek van egy olyan jellegzetessége, hogy, hogy élek elsősorban, és mivel hogy él, magasabb hőmérsékleten erjed, igen. Ezáltal az eltartatósága nem olyan, mint egy lágernek, így aztán nem tudott eljutni mindenhova. Tehát, hogy nem voltak nagy sörüzemek Angliában, hanem ilyen kisebb... ez a tulajdonság az élsörnek, hogy nem volt eltartató, annak kedvezett, hogy nagyon sok kis sör manufaktúra nyíljon, és ettől mi van, hogy sok nagy merítésből azért pár az biztos nagyon jó. De te szereted is, tehát főzni is főztél, én ittam nálad igen, a pinyóban igen. Angol sört, az volt az első, ami tetszett. Én utálom ezt a kenyeres, én nem tudom milyen angol ízvilágot. Hát alapvetően malátát a minált, igen. Én szeretem a malátát, például a német sörök, az a német malátásság, azt imádom. Az angolokét sokáig nem szerettem, aztán valahogy megkedveltem. És ez a csomag, amit most kaptam, 9 sör, és Cornwall. Ból származó sörök. Ez Angliának a délnyugati, ez a nyúlványa. Délnyugati nyúlványa, amit hogy egy focistaként képzeljük el, azzal a lábával dekázik. Angliának a legritkábban lakott és legszegényebb régiója. Hát nyilván a szegénység Angliában viszonylagos, bár most olvastam a Football Factor című könyvet, ami egy nagyon jó irodalmi jellegű mű a futballhuliganizmusról. A 2000-es évek után, amikor már futballhuliganizmus sincs, és az egyik szereplő visszagondol rá, amikor Spanyolországban voltak a VB-n, és hogy milyen csórók voltak, és ő egy strandon aludt összegömbölyödve valami deszkapaló alatt, és ilyen mellékes megjegyzés, hogy hát Angliában találták fel az igazi szegénységet. Szóval, hogy az egy szegényebb régió. Cornwall, na mindegy, ez egy magánfőzde, ez a Skinners, és Steve Skinner a tulajdonos, viszonylag új, 1997-es alapítású, tehát ez nem a régi nagyok közé tartozik. Ez volt az első sörük, ez a Ground Breaking Golden Ale, és azért Cornish Knacker, mert a Cornish ez a cornwalli, a Knacker pedig valami bányarém. Az, nem, a Knacker, elolvastam is a használati utasítását a webben, ennek a sörnek, és ez azt jelenti, na abból nem iszunk, ez letört. Előfordult már ilyen a műsorban? Nem emlékszem. Ajjaj. Hát, jó illata van. Próbálj meg kitölteni, és akkor áttölteni másik pohárba, mert üvegszilánkat inni az nem jó. Az biztos. Hát, nagyon izgalmas. Csak óvatosan? Szűrjük hát, a fogunkon át? Nem, a tetejét megisszuk. Gondolom, ne süllyed az aljára az üveg. Jó. Cornish Knacker, ami egy golden ale, 4,5%-os, rögtön ilyen izgalmas, nem kellett volna erőltetni. Szóval ez a Knacker, ez azt jelenti, igen. Hogy az ónbányászok, ott Cornish, tehát Cornwallban, igen. Amikor bejött az úgynevezett, ez a Knacker, ez a foglalkozást űző személyiségű. Neki, ez nem valami bánya, manó volt? Geológus volt, és kopogással megmutatta, hogy merre vannak a jó járatok. Na de ez nem egy mítikus lény? Nem nekem tudom. Az úgy tűnt, hogy ez egy mítikus lény akar akkor lenni. Lehet, hogy én értettem rosszul, amit fel van a neten. Na, ki mer belekóstolni? Két pohárba töltsük? Hát szerintem egybe, és abból a pohárból töltsünk tovább. Jó. Mert akkor... Ebben már van. Hát ezért töltsük meg még többet. Mentsük meg az egészet? Igen. Amíg egyik látszik rajta, hogy nincs benne sok szénsav. Ez jellegzetesség az angol. És ebből töltsük át egy másikba? Igen. Az egészet? Nem, mit tudom, felét, harmadát. Igen. És akkor szerinted? Na jó, én ebbe beleiszok. Ne ígyük fenékig. Dehogy iszuk fenékig, amúgy se iszuk fenékig. Figyelj, tudod, mire emlékeztet? Amúgy most viccen kívül.
az Orgoványi Akvedó Kft. Magyarok Söre nevű sörére nagyon hasonló ez a karamellás. A Magyarok Sörét én hát 6-7 évvel ezelőtt kóstoltam. Vettem egy fél literes peppalackot még a... Figyelj, ez nagyon hasonlít. Arra. Annyi a különbség, hogy ez egy civilizált, az pedig olyan magyaros. De az az ízvilág, nem tudom, hogy... Hát nem, az még savanyú is volt. Mondjuk egy kicsit savanyú. De annak nem volt, abban semmilyen komló nem volt. Ebben azért van komló. Igen, ebben van. Azt mondja. Knockers were thin mind dwelling folk who would knock to lead miners to the richest seams. Ja, hogy akkor ez egy ember volt tényleg, aki... geológus a gazdagabb valami. Igen, hát úgy egy ilyen akusztik geológus, aki fülre megmondta. Megkopogtatta a falat? Vagy nem rossz, de ez nekem túlságosan hasonlít a magyarok sörére. Tényleg nem egy nagy durranás. Mindegy, hát ez volt az első sörük, aztán lehet, hogy később beletanultak, és olyan sört is tudtak aztán csinálni a későbbiekben, aminek nem tört le a nyaka. Második tételünk ugyanennek a főzdének a Lushington's péléje, ugye az a vicces, hogy Cornwall egyfelől ilyen túrahely, szóval azok ott túráznak, másfelől egy szörfös hely, és több sörükkel is utalnak erre a szörfös izére, bursting with fruit, bittersweet scent. Na, szóval egyébként ilyen furcsa, hogy Angliának a nyugati partján a Sunshine Pale Ale. Mert sokat süt a nap Cornwallban. Aha. Hát angol szinten nyilván. Oh, azt hittem, ennek is letépem az egész nyakát. Hát, adsz egyet. Egy kicsit pohárnáciskodjunk, hogy ugye ezt olyan nagyon prostó pohárnak tartják mi felénk. Nem, itt full egyenes az oldala, mármint az alkotója. Igen, de hogy pont az ő hollapjukon ilyenekben fényképezik a söröket. Igen, ez pedig azért van, mert alapvetően az angol sörök nem nagyon habzanak. Tehát, hogy sokkal kevesebb széndioxid van bennük, vagy szénsav van bennük, mint egyébként mondjuk egy német lágerben. Ez pedig... Hóha! Hú, az mennyivel jobb. Igen. Ez hasonlóan malátás, de ez valahogy... Az előzőnek se volt rossz amúgy a komlózása. Trailblazing spirit. Hű. Egy kicsit citrusos. Ilyen frissítő. Hát lékos. Négy kettő. Ez egy tök jó ivósör. Cornish water, zseniális. Citra, belma és villamet komló. De hogy el gyümölcsös, van gyümölcsös, virágos. Na. Valószínűleg nincs benne egyikből se sok. Tehát se a citrából. De hogy lehet úgy csinálni, hogy ne legyen sok, és mégis ott legyen? Hát keveset rak bele. De akkor nem is lesz ott. De. Hű, ez nagyon tetszik. Ez a Lushington's. Ez tényleg finom. Ezt be is nyomtam húzóra. Norbi, Balázska barátja, és egyben Harlis testvérünk, másfelől Balázska közös motor tulajdonosa is jön segíteni inni, de még valahol el van akadva a városban. Na ez már tényleg az igazi cornwalli szörfözés. Lányom egyébként most van rákattam pont egy filmre, ami valami manós, ez a szokásos misztikus, és Angliában játszódik, és a hogy hívják az óriás szemöldökű csávót? Ebben most nem tudok hozzászólni. Ő az apja. Na mindegy, és ott ilyen nagy szörfözés van, a kis sávó ott szörfözik, persze nyakig beöltözve fókaruhába. Na szóval a Skinner's Untamable Pale-je, tehát a megszeridíthetetlen. Family, Cornish Water, Citra, North Down és Mount Hood. Én Mount Hood-et, egy citrát láttam, ilyen North ízéről nem is hallottam. Te miért főztél, ami angol sör volt? Az egy egyszerű, az egy extra special bitter volt. Méghozzá, aztán egyik Mangrove Jack kombót használtam, kombót, élesztőt használtam hozzá. Villamet és... A villamet az brit? Igen, meg Fuggles-t.
ha így ejtik. Hű, ebbe sincs sok szénsav. Igen, és na, visszatérve, hogy miért nincs ezekben szénsav. Igen. Ugye, ugye az angol sörfőzés, az pontosan az élkészítés, az hát eléggé nagy múltra tengít vissza, és régebben ugye nem voltak olyan berendezések, mint amit mondjuk a Linde Németországban kitalált, hogy nyomás alá helyezi. Azonnal bekussolsz, ha megkóstolod. Ugye? Jó. Egy kekszbomba. Az. Lágyabb, mint az előző. Sokkal... De erősebb a keksz. Ja, ebben nem lehet, hogy van ezé? Mizé? Szerintem ilyen Maris Otter, vagy valami, annak van ilyen kekszes aromája, de... Ez simán csak... lehet. Na szóval, amíg a Linda fel nem találta a széndioxid dúsítást. Ugye addig úgy folyt a sörfőzés, hogy megvolt a főerjedés, és a főerjedés után, vagyis a főerjedés közben, ugye ezeknek a söröknek, ezek felsőerjesztési sörök, tehát a tetejéről összegyűjtötti a következő sarzsnak az élesztőjét, amivel ugye ezt beoltják, és utána pedig átöltötték keszkekbe. Tehát ilyen kis méretű, hát ilyen 50 liter körüli nagyságú hordókba. És abban fejeződött be az utóerjedés. És ezeket a hordókat vitték el a kocsmába, fölrakták az asztalra, és enyhén megdöntve ott csapra verték. De nem, úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha egy boros hordó lenne, hogy volt az oldalán is egy lyuk, illetve egy elfordítva a tetején, ott kapott levegőt, és igazából csak gravitációsan folyt ki. Nem volt igazából szükség arra, hogy ez szénsavas legyen, és kiajtják. Sőt, kifejezetten hátrányos lett volna, hogyha szénsavas, mert akkor elárasztják a kocsmát. Igen. Szedik ki a dugót, és... Látom a jövőt, tudod, amikor a lepisált cseresznye halomnál először a széléből leszünk, mert arra úgy sem ment, és a végén megeszik az egészet, hogy... Hát nem az, hanem már látom, hogy ezt meg fogom inni a végén, hiába van benne az a kis üveg. Sokkal régebbi, szóval lehet, hogy ez egy olyan idős főzde, amiről te beszéltél, hogy abból az időszakból, amikor az élsörök nem álltak el rendesen, és rengeteg apró főzde volt. Saint Austell Brewery. Ez egy 1000, rá is van írva, hogy 1851-es alapítás, és ha megnézitek a honlapját, van rajta egy folyamatosan pörgő pint számláló, és most, ahogy áll a teszt felvételének időpontjában, 2 milliárd 000 valahányadik pintnél tartanak. Igen. Hát ez egy sima, ez tulajdonképpen, még sose kóstoltam, de legalábbis a honlapjukon azt írják, hogy ez maga a klasszikus, a tömeg, tehát az ivósörű, tehát ez az English Bitter, aminek... De pélél van ráírva. Igen, de az a bitter, az egy pélél, tehát hogy világos él. Hát oké, de akkor a búzasör is egy pélél. Hiszen világos él. Igen, de a németek nem úgy hívták, hogy pélél. Kivéve azt a majmos... Szóval ez az ivósörű. Ez úgy... Jó amúgy az angoloknál kocsmázni szerintem. Tehát azzal az ottani kocsma hangulattal együtt... Ó, ennek mint a szebb lenne a habja. Aha, és nagyon érződik rajta, hogy ez egy él. Azért Norbinak is hagyok mindegyikbe, hát ha megérkezik. Ez sokkal gyümölcsösebb. Na, ez egy igazi... Szerintem ilyesmi lehetett az a tradicionális angol kocsmákban egy... Ez valamilyen ilyen almás, szilvás, olyan kis időn gyümölcsös. De ez mi? Ez az élesztő vagy a komló? Élesztő elsősorban. Cornwall pale ale-je. Finom. Ez agyonveri ezt a Skinnert. Az se volt rossz, de ez a Saint Austell. Szóval nekem a Cornwallról mindig az jut eszembe, nem tudom, meg volt a Monty Python harmadik évadában a biciklitúra. Ja, amikor jött a biciklijavító? Nem a Bicycle Repairman, hanem amikor elment a kretén Cornwalli biciklitúrára, és a pumpa mindig belealkadt a nadrág szárába.
Ez nincs meg. És biciklizik, erről szól az egész. Nekem az van meg, amikor skóttá változtak. Lehet, hogy az is ebben van. És mindig az elesik Tavistocknál, elesik Szent Austellnél, minden elesik. Ja, megvan, megvan. My pop megvan. Coat in my igen. trousers leg, és bemegy egy boltba, egy falusi boltba, hogy kéne egy rövidebb pumpa. És erre mondja neki a boltos, hogy de hát ez egy kis falusi bolt, de azért vannak rövidített pumpáink, parancsoljam. És a végén összeszed egy Mr. Garibaldi nevű pszichopatát, aki Trockinak képzeli magát, valahogy átvergődnek, eltévednek Franciaországba, és a végén Sverdlovskba, és Sverdlovskba bemennek az angol követségre, de ott kínaiak vannak valójában angol, akik próbálnak úgy csinálni, mintha angolok lennének. Ez a Cornwall-i biciklitúra rész, mindenkinek ajánlom. On the outskirts of Smolensk. Guest of England. Cornwall. Cornwall. Én meg a Mr. Hilter. Tonton is the fully fun minded. Ez kegyetlenül jó. És 4-2-es sör, és nem gondolnád, hogy ez annyi. És nem is gondolkozol az alkoholtartalmán, mert azt írják, hogy biscuity és malt taste. Ugye a biszkit ez a kekszes. Igen. De nekem ez kevésbé kekszes, mint ez a magyarok sörére emlékeztető Kornisnaker. Nekem ez olyan gyümölcsös és nagyon finom. Fű. Viszont komlót azt alig érzek benne. Szóval lehet, hogy nem. A végén egy pici. Lehet, hogy tényleg mégis neked lesz igazad, és tényleg ez egy pélires, nem bitter. Igen, mert nem keserű. Nem. Igen. Mindegy, itt van Norbié. És a láger. Ugye, hogy az angoloknál kérsz egy bírt a kocsmában, akkor automatikusan láger. Tehát, hogyha te egy Guinness-t akarsz, és bírt kérsz, akkor nem Guinness-t fogsz igen. kapni, és ez a magyarok ősi sérelme, hogy milyen hülyék az angol kocsmárosok. De eléggé lokálpatrióta ez a Cornish főzde, ugyanis ez a tribute, ez a helyi rögbi csapatnak a szponzora. Igen? Igen, tehát hogy a helyi rögbi csapatot támogatja nagyon ez a... Ah. Ez pedig a Korev, ez pedig a helyi szörf csapatot. A Cornwall-i szörf csapat. Igen. Láttad te a Széllovagok című német sorozatot? Ami nem. arról szól, valahol az balti tengernél, nem tudom, valamelyik Hanzaváros. Hát úgy csinálnak a németek, mint a Hawaiion lennének, és ilyen füles sapkában nyakig beöltözve szörföznek. Tehát a szél biztos jó, meg a hullámok. Óvatosan. A Korev? Az vajon valami szörfös szakkifejezés? Hát, ja, Korev is a traditional Cornish word meaning. Jó, hogy ez egy Cornwall-i tájszólás szó a sörre. Hát, vagy az ottani sörre. Ha, klasszik hops, magnum, Herzbrucker és Zác. Ez egy... Na, most megtudjuk, hogy főznek az angolok lágert. És igen, látszik, hogy jóval szénsavasabb. És milyen szép az üveg is. Igen, mindegyiknek. Már gondolom. Ja, igen. Úgy mondom, hogy mennyire, parancsolj, mennyire világos. És ez most pilsz vajon, vagy láger? Tehát, hogy keserű hát, vagy malátás lesz, azért 4-8-as. Nem tudom, van egy kis fingszag, mint egy normális... Mint egy normális lágert, amikor telefinganak a táborozók. Mondjuk szép, amúgy, tehát most, hogy így összeállt a hab. Igen, sokkal tükrösebb, mint az összes többi. Ja igen, és ezeket az angol söröket, tehát nem ezt, hanem amit előbb kóstoltunk, hogy ezeket nem szűrik. Tehát, hogy majd a többségét, hanem ez annyira jól ülepszik ez az élesztő, hogy szinte tükrös, miután az ember lefejti. De ez láger, és szerintem ezt centrifugálják. Vagy mikroszűri. Csak behalucinálom a kekszességet ebbe is? Nem. Ebbe benne van. Szerintem azért, mert az ottani árpa, az kekszesebb, vagy másképpen malátázzák. Milyen... De érdekes, tessék. Ha, ilyet még nem ittam, hát ez Magnum fantasztikus. Sár. Nem, hát a komló az szerintem sehol nincs benne. Ez egy láger, nem pilsz. Tehát ezt tutira nem hívják pilsznek, nem? Nem, valóban nem. De olyan... Jó, tényleg kekszes. A Magnum az ott van, mert keserűség van aroma nélkül. Igen, a sászt nem nagyon érzem.
Hát nem mondom, hogy életem legjobb lágere, de egy jó és nagyon érdekes láger. Jó, tudnak lágert csinálni, de szerintem maradjanak meg az éleknél. Mert hogyha visszanézed az elmúlt három sört, az előző három sört, azért mindegyik veri ezt. Hát ez akkor is jó. Hú, egyre lelkesebb vagyok ettől a Szent Austeltől, így külsőre azt hittem, hogy majd ez a modern, majd ez a jó kis modern design érdekesebb lesz, de érdekes, hogy az az érdektelenebb. És most végre rányúlsz a Higgs-re? A Higgs-re. Így van, ez az alapi, ennek a sörfőzőnek az alapítójáról nevezték el. Mr. Higgs. Nyilván nem Miss. Annyit kell tudni erről a sörről, hogy ez egy palackerjesztésű, tehát próbálták így távolabbra is eljuttatni ezt a real ale vagy cask ale életérzést. Hát nézzük meg, hogy sikerült. De nem úgy palackos érlelésű, mint egy... a triple karmelit, aminél pesgő élesztővel erjesztenek rá, hogy letenyésszük az élesztőjüket, nehogy ellopjuk. Igen, ott van az alján. Ó, de ezt nem szabad! Miért? Hát valamikre rá volt írva, olvastam. Én hogy... a triple-nél mindig felkeverem. Meg az összes. Store bottle upright and keep cool. Pour carefully to leave the last bit. Of... Elnézést. Ez a... Ugye? Most megkaptam ezt a RTFM. Read the fucking manual. Ugye? Nem baj. Figyelj, most tettük tönkre. Vagy legyen az, hogy hagyjuk egyen későbbre, nézzük meg ezt a... Nézzük meg ezt a Menadu Stoutot, erre nincs ráírva, hogy... De ez is... erre is ugyanaz van írva. De nem lehet, hogy az összesre ez van írva? Olvasd... Nem, a tribute-ra nincs. Milyen, micsoda műhibák? Várjál csak. Erre azt írja, hogy azért az ülepedést is öntsem le. Nem, az van, hogy pour carefully to leave the last bit of beer and any sediment in the bottle. Ja, óvatosan ős, hogy benn maradjon. Jó, akkor mindegyikre igaz ez, ezek szerint. Ez nem búzasör, már engem nem. Szoktak a búzasöröknél leteremteni, hogy miért nem így csinálom, és most ilyen görcsösen túlkompenzálok. Na mindegy, szóval Menadu Stout, írnak erről valamit, hogy mi ez a Menadu? Ez a... Menadu? Ez egy hegy, méghozzá tulajdonos Varmiától nem messze. De szerintem elég is ennyi, annyi, hogy ez Konvoli nyelven fekete hegyet jelent. Te itt már jut eszembe, már megkaptam a következő magyar kisüzemi hírmondót, és a fehér nyúl is csinált fehér stoutot. Te itt már fehér stoutot? Nem. Eljöhetsz vasárnap, ha érdekel, igen. Jó. Vagy hétfőre is rakhatom, ha neked úgy jobb. Vasárnap inkább. Jó, vasárnap. Figyelj, deal. Six malt Cornish Stout. Hat maltás Cornwall Stout. Ah, megjött Norbi. Beengeded? Uh-huh. Hát ez nem 10 perc késés ott Norbikám, akárhogy is nézem az órát. Hát elég sok a hab, lehet, hogy most a neked óvatosabban töltöm. Figyeld, de még így is óriás habot fejleszt. Félre rakom Norbinak. 4,5. Azt bírom az angolokban. Az egy... Merre kinyitom ki az ajtót. Hát lesz tényleg jó nagy. Hát ez súlyos. És nekem még mindig fejleszti. Pedig a tiédet olyan óvatosan... Ez a palackos erjesztés? Nem, az a Higgs. Ez nem? Szerintem tuti? Ez nem. Mert Harapunk Balázs mondta, hogy a palackos erjesztés pedig nem is járt le a, hát jó, 2020 tizedik hó, tehát igazából ugye a tárolóban volt hűvösben, de hogyha nagyon sokat volt a palackban palackos erjesztésű cucc, akkor lesz ez, hogy elszabadul a hab. Tehát az egy kicsit túlhortam. De nagyon jó, olyan friss, stoutos illata van. Igen, még kicsit ilyen, mint hogy erdei gomba. Mi van? Erdei gomba? Hát ilyen gombás. Ez ilyen, mint hogyha egy frissen vágott csipeg szagolgatnál. Az nem erdei gomba, az a pázsitban van. Akkor pázsitban. De egy kicsit ilyen... Mi az, hogy erdei gomba? Hát finom. Nem mit, csak a habjegizottam. Jó füstös. Érzed rajta füstös? Füstös. 2,3 unit 500 ml-enként. Mi ez a unit?
Hogy hát annyit, annyit egészséges meginni egy unit? Egy nap egy unitot, azt hiszem, ja. A briteknél. Az, mindig azt szoktam felhozni példának, hogy hívják a Renée Zellwegernek a, tudod, Bridget Jones, ja, igen. Hogy ott ő számolgatta mindig esténként, hogy hány egység alkoholt fogyasztott aznap, és mindig túllépte. Hát, azt kell, hogy mondjam, ez a Cornwall-i fekete hegy a tulajdonos farmjának közébe, ez jó. És megint nagyon jó, csokis, kekszes. De igazából ilyet láttunk már. Igen, tehát én azt mondom, ez négy és felesnek a... Ez a Korev Lager, ez sokkal érdekesebb. Nem. Nem? Nekem nagyon érdekes, hogy egy... kekszes ízű lager. Igen, de azért nem olyan durván kekszes. És ez a Tribute, ez meg, hát ez na, ez nagyon ott van. Nekem ez is nagyon ízlik. Tehát annyira erőteljes az íze. Jó, de ittunk már egy csomó finom stoutot. Raktak bele kávét is, és figyelj, 15,2%. Szerintem ez már egyébként a normális élesztőnek az alkoholtűrő képességének így a teteje. Isten irgalmazzon bűnös fejünknek. De ez 4,5-ből hozzák ki ezt. Az mondjuk igaz. Meg ez az első igazán jól eltalált füstös stout. Tehát, hogy nem igen. Olyan tolakodó a füst benne. Nem. Hanem csak úgy profin vastagít. Hű, de kíváncsi vagyok erre a fekete ipára is. 6%. Mr. Hicks szintén 6%. És Proper Job Cornish IPA 5,5. Alkohol százalékra menjünk. Szerintem a Hicks-et kóstoljuk meg, mert a két IPA után... Amit tett tönkre tetted. Igen. Így van. Ezután is elnézést kérek. Zentai Balázs tönkre tette. Ali. Gyere. Ott a... Várjál, akkor ezeket passzold oda, mindegyikbe hagytam neked. Ott vannak a poharak. A malacok visítanak, mert azt hiszik, hogy én hoztam nekik kaját. Lehetnél intro, ahogy így oda adogatod a sört. Igen. Norbi most két határon kívül fogja csak elfogyasztani a maradékot, de hamarosan megismerkedhettek Norbival, mert ugye Norbi az élelmiszermérnök, és rávár az, hogy végig így a társaságomban vannak ilyenek, hogy 6 éves korona, sör, mit tudom én, 5 éves valami Lidl Argus, van a 20 éves bajnokok ligája Amstel, és van 40 éves Tuborg. Na mindegy, hát szóval nem mindig Cornwall-i söröket kóstolgatunk. Még mondhatod, ha van valami, amíg leülsz. Vagy ilyesmi. De különben csak nyugodtan. Jó, nincs itt benne a képben. Nekem ez jelenleg az kis alacsony alkoholtartalmú stoutok közül ez most a favoritom. Na, de ezt nagyon megéri. Pont a füstösséget teszi ezt. Igen, jó dolog a füst. Hát akkor nézzük, amit tönkretettél. Igen. Founded, igen, Walter Hicks. Ja, hogy már a Walter Hicks 1851-ben. Na, ez egy extra special bitter. ESB. Olyasmi, hol van ráírva? Nincs ráírva, csak a karaktere az olyan. Honnan tudod? Elolvastam ennek is használati utasítását. Majd tönkretettem, igen. Én egyszer főztem egy... Te meg eltölted a tetejét a másiknak. Jó, most ne vádaskodjunk, hagyjuk ezeket a karaktergyilkossági kísérleteket. Jó, legyen ez a tied, mert ugye ezt látom, hogy ez jobban aranyszínűbb, és akkor a végét ad nekem. Mi? A végét, attól, amit fölkevertem. Dehogy is, hát ez tökéletes. Ez tükrös, úgyhogy... Akkor nem értem, mit hisztíznek. Ez 3 unit. Ja, hát 6%, akkor 2 unit. Ez egy pélél. Ez egy pélél, de jóval magasabb az extrakt tartalma, és szerintem gomlósabb is. Nagyon citrusos, gyümölcsös. Gombló meg az élesztő miatt. Nem, én olyan grillázsos ízét érzek. Én a citrust egyáltalán nem, ebben van keserűség. Ez egy pélél. Hát mondjuk a hab, hát én azért ennél jobb habokat csinálok, bocsika. Nálam csak ennél jobb habtartóság létezik. De azért... Úgy kevés a hab, mert ugye kevés benne a széndioxid, de megmarad, tehát hogy nem az, hogy így... Ez a semmi. Hát ez semmi. Ez nem hab.
ez a hab és a nem hab közül közelebb van a nem habhoz. Hab? Igen. Nem hab. Ez is nagyon finom. Hű, lehet, hogy ez a kedvencem. Fú, ez... Ez nagy... Na. Nekem ez grillás. Uh-huh. Grillás lehet, hogy valami karamellmaláta is van benne. Hát biztos. Hát a színe is attól vagy jön. Vagy csak simán pörkölt árpa. Azt tud ilyen lenni. Ez az a pélél, amit én keresek. Ez az, amit szeretek. Visszatérve a pélélre, ugye ezeket nem a hagyományos sörcsapokon csapolják, hanem egy ilyen pumpás szerkezettel szedik ki ezekből a hordókból. És ilyen csapolást azt lehet látni a Django elszabadul, Django Unchained-ben, amikor a Christoph Waltz a Django-nak csapolja a sört. Despite that cart, I haven't practiced dentistry in 5 years. These days, I practice a new profession. Bounty hunter. Az a különlegesség, hogy nincsen széndioxid, mert hát ugye abban az időben nem volt ez elérhető. Ott tulajdonképpen kipumpáltad magadnak a sört, és nem volt szénsavas. És ez se egyébként, ha érzed. Hát... Hogy nem igazán. Mondjuk mindketten nyomtunk már el jól, kevésbé jól álcázva büfit, de igazából ahhoz képest, amit már betermeltünk, igen, ahhoz képest meglepően kultúráltak vagyunk ebből a szempontból. Például egy német búzasör, ugye? Ugye, a büfisztető bajor búzák. Na jó, hát nem is tudom, ezt Norbinak a végére ajánlom, mert ez eddig a legjobb. Nem is tudom, hogy melyik a legjobb. Ezek az ausztellek jobbak. Na, akkor igen, te mondod meg, hogy kornisipa vagy blekipa. Szerintem kornisipa. Ugye, hogy a Black IPA az durvább lesz, azt hagyjuk a végére. Meg ez eleve csak 5-5-ös. Proper job. A jól elvégzett munka. A szép munka. Haver. Kornis IPA. Kíváncsi vagyok, hogy mi szerintük a nagyon erősen komlózás, de nincs ráírva. Ugye az IPA, tehát az India Pale Ale is egy tradicionális angol sör, de szerintem ebben már amerikai komló van. Na, már óvatosan nyitom, nehogy ennek is letépjem a nyakát. Hű! Palackos erjesztés? De egy vigyázz már! Ugye lehet, hogy ez is kicsit túl sok időt töltött a palackban, és bármilyen óvatosan töltöm mandinerről, bár ez most itt, te most jól jártál. De nem, még úgyis viha... Nagyok a buborék, nem szép a habja. Á, bénák ezek. Látszik, hogy... Kornis IPA. De ezen viszont tényleg föl van keveredve az élesztő. Akkor én rontottam el. Nem. Felráztam. Az üvegből igen, jobb illat jött az elején. Igen. Én nem viszont érzek komlót. A habját, hogyha így ránézel, pláne az enyémre, és olyan, mint a mosogató szívasról lejövő. Nem szép. Nem szép. Ennek szebb? Annak szebb. Ez egy kielégítő. Nem, nagyok a szemcsék. Igen. Nem jó. És a tiéd az egy buzgár. Igen. Ez egy teljes ilyen gejzír buzgár állapot. Lehet, hogy itt lehet, féloldalasan, tehát az egyik oldalán jön a buzgár, a másik oldalán igen, és nem. Ez októberben meg kellett volna már inni. Szóval igen, ez a probléma. November van! Sírva könyörgök, november van, és a tárolóban is 11-12 fok van. De itt októbert ír. Tehát szavatosság, náci. Majd amikor Norbival végignyomjuk a 30 éves, meg 40 éves söröket. Egyébként én azt gondolom, hogy ezek közül, a sörök közül sokkal finomabb az, amit tényleg magából a hordóból csapolnak ki, ott hely, ott Cornwallban. Ízre viszont jobb. Majdnem minden sörből jobb, amit csapolnak. Nem? Hát a frissesség. Hát ez nekem... Mi az? Mi? Valami... Körömlak? Nem. Aromátlan keserűség. Nem, gyógyszeresség, nem, az szerintem meg... Valami acetonos, valami. Igen, valami ezen is rendben. Bénák! 1851, mennyi 2020-ból 1851? Igen. Na. 2020-ban 1800. Te mérnök vagy, hát számold meg ki. Norbi meg pénzügyes vagy mi. Nem, ő csak ügyes.
Norbi amúgy szerintem modell. Te vagy a Harley-nak ezeken a fotóin, igaz? Önmodell. Igen. Ugye? Önjelölt modell. Na? Ja. Igen? Már a pinkódját se bírja beírni. Nem. 169 éve. Haver, 169 év kevés volt, hogy megtanulj egy normális ipát csinálni. Nem hiszem, hogy ez volna a Cornwall ipa. Lejárt a tapostolunk. Figyelj, az én söreimből a két évest is vállalom. Ez nem jó. Ez nem rossz, de azért annyira nem jó. És akkor most, hogy ennyire csúnyán leszerepelt ez a 169 éves Cornwall-i főzde, hát ez is bottle conditioned. Várj, ez a bottle condition, ez nem azt jelenti, hogy ugyanaz, mint amikor otthon a saját sörünket? De olyasmi, csak itt ugye nem raktam bele cukrot, hanem még az erjedés, meg van egy kis maradék cukortartalma, és akkor úgy fejtik le. Jó, hogy mert ők tudják, ők azért precízebben fokolnak, mint mi. Általában így szokták csinálni, mert hogy... Hát kivéve, nem akarnám megszégyeníteni a Szent Austell Brewery-t 160 hány év után? Na. De tudjuk be ezt a hiszen a koronavírusot, hogy nem tudtuk meginni. Sokkal jobb ez, mint amikor ezeket a Russian Stout-okat ittuk végig, nem? Sokkal jobb állapotban vagyunk. Persze. Most, ugye? Hogy ez azért nem mindegy, hogy az ember miből iszik tízesével. Hú, attól tartok, hogy itt is van egy kis... Nem. Jó, ez nem akar. Nem egy Django Unchained. Na látod, hogy helyesen tároltam? Na miért van az, hogy a 9-ből 7-nek nincs baja, és akkor a 8-nak meg a 9-nek baja van, ugyanott tartottam, akkor nem én vagyok a hibás. Nem vihetem el mindenért én a balhét, nem? Nem, valóban nem. Ugye? Na. Ez egy karaktergyilkossági kísérlet. A Black Ipa. Mi értelme a Black Ipának, amikor... Amikor külön-külön is tök jók. Tehát, hogyha megkóstolod külön ezt, jó, az még tényleg nem volt jó. Tehát, hogy vagy elviszed ilyen kozma irányba, vagy elviszed keserűségbe. Ez olyan, mint a taronyás úcs után fagyit ennél, de ez meg olyan, mint hogyha a taronyás fagyit ennél. Ugye így egyszerre, nem jó. Szerintem, de... Plusz füstös. Igen, ez is füstös. Nem rossz amúgy, de nem ipa. Semmi ipás nincs benne. Nem is keserű, nem is aromás. Jó, hát... Azt hiszitek, hogy ezzel? Igen. Megmalmoztok minket? Hát nem. Ennél korábban keljetek fel, ha nekünk el akartok adni ilyen hülyeségeket. Ez nem Black Ipa, ez egy stout. Igen. Igazából, hogyha ipát szeretnétek, akkor nem Cornwallba kell menni, hanem a Monyóhoz, a Fehérnyúlhoz, meg igazából ide soroltam az összes magyar craftot. És talán még Black Ipájuk is van. Igen. De visszatérve, hogyha már igen. A konklúzió, igen, akkor konklúzió. Szerintem... Amelyik most volt a leg... Amelyiket elrontottál? Nem. Vagy amelyiket én rontottam el. A tribute szerintem ez volt. A tribute, ez elképesztő. Az, hogy 4,2-ből mit hoznak ki. Igen. Ez volt az almás. Igen. És ráadásul ez a standard sörük. Az alap. Hát igen. Knowledge, innovation. Ugye? A szaktudás és az újítás. Csodálatos dolgok ezek. Na jó, majd gyorsan leállítom.